Eladás, felvásárlás, hitelügyintézés. Minden egy helyen. A műsor támogatta a 24 éves Bécsi Autópark. A bútorokat biztosította a Veliani.hu, ahol most akár mekkora összegért is vásárolsz a zsétánk 10 kóddal 10% kedvezményt kapsz. Az egy egy saját gyártású műsor, ami nektek köszönheti, hogy alkotói szabadságunkat megőrizve rendszeresen létrejöhet. Ha megnéznéd a beszélgetés vágatlan verzióját, kíváncsi vagy kik lesznek a vendégeim a jövőben, esetleg kérdeznél tőlük, vagy részt vennél egy forgatáson, csatlakozz a patronálóinkhoz. Részletek a leírásban. Köszönjük! kanapén Jakab Péterrel. Hát üdvözletem mindenkinek, én Osvágy Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsoltám Youtube csatorna. Durván egy évvel ezelőtt itt ült a kanapémon, van a Gábor, akinek azt mondtam, hogy ha valaki nekem azt mondja, hogy majd a Jobbik akkori vezetője itt fog üldögélni velem és beszélgetünk, akkor biztos, hogy kinevetem. Egy évvel ezelőtt viszont, ha valaki azt mondja, hogy itt fog ülni velem a Jobbik jelenlegi vezetője, akkor biztos, hogy nagyon nagy haotázásokba törünk ki. Hát ezzel szemben viszont itt ül velem Jakab Péter. Hello! Szervusz! sziasztok! Hello! Kezdjük az elején. Ugye a, a vonak kutyákat simogatott, te most leültél egy vloggerrel, aki nem mellesleg meleg, ez, ez, ilyen PR? Tehát, hogy vagy nagyon benne vagyunk a kampányban? Kapok egy kedves embertől egy kedves meghívást, akkor miért letennék ennek eleget? Kedvesnek tartasz? Beszélgetünk itt pár percet. Az alapján? Még azt mondom, hogy igen. Még azt mondom, hát igen. figyelj, minden vége ennek a, a beszélgetésnek lehet, hogy, lehet, hogy nem az lesz. Na, hát kezdjük a legelején, menjünk vissza gyerekkorodig. Milyen volt a te gyerekkorod? Mert azt tudták mondani azért, hogy azt, azt határozza meg a, az ember felnőtt korát is. teljesen kiegyensúlyozott, tehát vidéken, Biskolcon születtem, ott is éltem. Oda jártam az iskolákban, Biskolc Egyetemen végeztem, Diós szurkoló vagyok. Ez is a kiegyensúlyozottság egyik elemi felénk. Mivel foglalkoztak édesanyám, a szüleim? Édesanyám könyvelő, Kérdeltéként dolgozott még az utóbbi években is. Édesapám pedig a Szerencséjáték ZLT-nél volt kirendeltségvezető. Tehát totózós volt, ennek megfelelően félváros ismerte. Hát emlékszem, ugye. De ez nyilván... a mert téged az egész ismert tulajdonképpen, nem? Hát a fene tudja, és nem, nem is az ismertségért csinálja az ember, hanem azért, mert valamit csinálni kell. Tehát uh -huh. ami egy jellegzetes momentumnak talán mondható, hogy általános iskolás koromban már létrehoztuk a fiatalok környezetvédő szervezetét osztálytársakkal, és elkezdtünk szemetet gyűjteni, mi vásároltunk, aztán jöttek a gimnáziumi... Ellenben mondjuk a környezetvédelem, az, ha jól látom, hogy nem nagyon szerepel a jobbiknak, a, a hogy is mondjam, a, nincsen kitűzve az zászlajára, Persze meg lehet, hogy csak én vagyok dezinformált ebből a szempontból, de, de úgy látom, hogy a jobbik az, mintha nem a, nem a zöldség mellette tette volna le a voksát. Nem tudom, tehát, hogy, hogy inkább, hogyha környezetvédelem, akkor egy bicikliző karigeri jut eszembe, mint, mint sem mondjuk a jobbik. Viszont a bicikliző karigerivel együtt tud működni a jobbik, és ez a legfontosabb, hogy nem mindenkinek kell mindent az ászlajára tűzni nem mindenkinek kell mindenkit megfognia a szavazatok szintjén, mindenkinek a saját táborát kell maximalizálni. Egyébként az ellenzéki összefogás pontosan erről szól. Nekem nem kell ugyanolyanná válnom, mint Fekete Győr András vagy Karácsony Gergely. Én a Péter vagyok, nekem megvan a szavazó közönségem, ami nagyon fontos, hogy nem csak a saját szavazóinkat tudjuk becsatornázni az ellenzéki együttműködésbe, hanem pont a legutóbbi felmérés mutatja, hogy negyedmillió új szavazót tudtunk megszólítani, negyed, év alatt, ez az nagyon nagy teljesítmény, és ezek a szavazók eddig, hát úgy nézelődtek a politikai palettán, de nem találtak számokra szimpatikus szereplőt. Ezt a felmérést kirendelte meg egyébként nem mi az biztos. Tehát nem, nem egy jobbik közeli intézet mutatta ezt. Azért kérdezem, mert általában mindig, tehát mindig, amikor a DK a legerősebb ellenzéki párt, akkor általában a DK rendeli meg ezt a felmérést, amikor a jobbik, akkor a jobbik. Tehát, hogy mindig tudod valahova egy kicsit az ember hajlik. Vagyis hát az éppen kutatóintézet az nyilván a felé hajlik, ahon csillingel a kassza. Tendenciákról beszélek. Uh -huh. És ami nagyon fontos, amikor a jobbik erősödéséről beszélek, akkor nem a DK gyengüléséről beszélek, mert akkor a tortán pontosan ugyanakkor lenne, semmivel nem lennénk bejebb. A kormányváltás nem a jelenleg ellenzéki szavazótáboron fog eldőlni. Azt gondolom, hogy ők rendben vannak, stabilak. Van egy jelentős bizonytalan réteg, őket kell kimozdítani az apatikus állapotból. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a Fidesznek nem a KDNP a koalíciós partnere, hanem az apátia. És Aha. ha az apátiát legyőzzük, akkor a Fideszt is le fogjuk győzni. És ebből a szempontból tök hogy ki a legerősebb ellenzéki párt. Ez a 18-asok hibája. Ők elkövették azt a hibát. Volna Gábor is elkövette, és minden akkori pártvezető, hogy nem ismerték fel azt, hogy csak teljes körű és a legszélesebb ellenzéki együttműködéssel lehet kormányt váltani, de a kétharmadot már egy koordinációval is meg lehetett volna akadályozni. Csak a 18-asoknak szerintem fontosabb volt az egójuk, mint a kormányváltás. A mostani ellenzéknek meg sokkal fontosabb a kormányváltás, mint maga az ego, ezért tudunk, Esetenként más körzetekbe év tegnap jelentettük be, hogy az egyik budapesti választó körzetben Kunhalmi Ágnes fogjuk támogatni, mert azt gondoljuk, hogy nem a jobbikot kell megmutatni, hogy milyen erősek vagyunk, hanem a legalkalmasabb jelölt mögé kell a saját erőnket betenni, mert ez vezet eredményre. Még egy kicsit a politika előtti részről beszélgessünk. Ugye te Peti bácsi tanító, tehát tanárbácsi voltál, <laughs> ugye? Tehát, hogy, nem hogy soha. Nem bácsisztak? Nem, nem. Maxim Péter bá. Péter bá. Igen, igen viszont a gimnázium gimnázium, 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 gimnáziumban ugye te biológia szakon végeztél, mégis az történelem tanár lettél. Ez, ez hogy, hogy világosodtál meg, hogy inkább mégis a humán terület felé? <laughs> Kompetenciabeli hiányosság, mondjuk így. Aha. Tehát én mindenképpen az, az biztos, hogy tanár akartam lenni, nagymamám is pedagógus volt általános iskolában, és nagyon jó tanáraim voltak az iskolánkban, és ők hoztak kedvet ahhoz, hogy én is a pedagógus pályát választom. A biológiát imádtam, a kémiát meg nem. Biológia nincs kémia nélkül, és miután nekem a kémia nem volt erősségem, ezért a biológiáról le kellett tenni. A történelem az viszont mindig is ott volt a kedvencek között, ezért jelentkeztem a Miskolc Egyetem történelem szakára. Még a kedvenc történelmi korszakot, hogyha így lehet azt mondani, hogy, hogy egy, amire nagyon fókuszáltál, és azt nagyon szereted, az mi volt? Figyelj, 48-49, most is azt éljük. Egy igazi, egy igazi, forradalom és szabadságharcra van szükség, és nem feltétlenül békés módon, hanem olyan forradalomra, ahol az emberek merik a tollat a kezükbe venni. Senki nem vádolt téged a békés móddal, ettől nem kell tartani. Igen, csak ugye van egy, van választói réteg, amelyik mindig azzal keres meg engem, hogy, hogy, hogy Péter kapára a kaszára, és menjünk neki ennek a rezsimnek, csináljunk forradalmat. És amikor oda megyek hozzájuk, hogy, hogy figyeljetek, csak most egyenlőre alá kéne írni egy évet, hogy el tudjunk indulni a választáson aláírod, jó, nem meg ki fognak rúgni. Tehát akik fegyvert és kapát kasszát akarnak, a sokszor még a toltól is félnek. Ezt a félelmet kell nekünk leépíteni az emberekben ahhoz, hogy valóban legyen kormányváltás, és merjék magukat megmutatni, akkor is egyébként, hogyha ez a rendszer retorzióval bünteti őket. Egyetlen egy rezsim se adja olcsón a bőrét, ez sem fogja olcsón adni a bőrét, nagyon sokunkat fenyegetnek, focisták, hogyha elmerik mondani a világról a véleményüket, amelyik nem egyezik a kormánypárti véleményel, szemreben és nélkül kirúgják. Igen, ez az élet minden területén megvan, de hogyha ezzel a félelmünkkel nem számolunk le, akkor a kormányjal sem fogunk. Ha már félelem, ugye az utolsó munkaid, ahol pedagógusként tevékenykedtél, az a K.I. Ág, Roma Nemzetiségi Iskola volt Miskolcon és ott az eltávolításod egyik okának azt jelölték meg, hogy a jobbik szó, a jobbik párt félelmet kelt az emberekben. Miért gondolhatták ezt ők így? Érdekes, hogy volt egy munkahogyi perebből. Imádtam a gyerekeket, és ők is szerettek engem, ezt biztosan állíthatom van, amikor a Facebookon megtámadnak, hogy, hogy én biztos cigány ellenes vagyok, és nagyon jól esett, amikor mondjuk az egyik tanítványom, Budai Csavi, Szavas tehát ő védett meg kommentből hogy Péter, bá, dehogy, hát ez mondja, öt éve, hogy eljött az iskolából, mondta ez pár évvel ezelőtt, és még mindig, ha meglát az utcán, akkor átjön a, 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 az utca túloldaláról hozzám, és köszön is megkérdezi, hogy hogy vagyok, mert érdeklődik felőlem. És volt egy munkaügyi per, ugye itt, itt kezdtem el a gondolatot, Ugye én bepereltem az iskolát, hogy csak azért rúgtak ki, mert a politikai meggyőződésem esetleg más, mint az iskola fenntartójának a politikai meggyőződése, de a szakmaiságommal, a pedagógusi munkámmal semmiféle kifogás nem volt. Jöttek be szülők tanúskodni, nem ismertek fel. Tehát ugye a szülő nem tudta, hogy a gyermekének a, a tanár, az osztályfőnök, az hol ül a tárgyaló teremben, mert soha nem látta. Tehát annyira nem érdeklődtek a, a gyermek erőmenetele szempontjából. De azt mondták, hogy ők, ahogy kiderült, ahogy meglátták a plakátokon, hogy én a jobbik képviselője vagyok, ők már nem merték az iskolába engedni a gyermekeiket, mert azt látták a tévében, hogy majd biztosan jön a gárda és lerohanja az iskolát. És a bírónő azt mondta, hogy ő látja, hogy az én munkámmal nem volt semmiféle probléma. De azt is látja, hogy a szülők nem merték az iskolába engedni a gyermekeiket, és neki nem tiszte megvizsgálni azt, hogy ez a félelem miért alakult ki, de hogyha féltek tőlem, akkor ezt a félelmet a munkaadónak fel kellett oldani, és ez nem egyfajta beszélgetést keretében történik, hogy akkor hívjuk be a szülőket, akkor beszélgessünk, ismerkedjünk meg egymásra, mert még nem láttak, hanem kirúgtak és a munkai bíróság szerint ez így helyén is volt. Nekem megsúgták, hogy ez innentől kezdve egy politikai ügy lehet, úgyhogy kár fellebezni, engedjem el, és haladj, haladjak tovább. Jó, mondjuk azért, hogy a szívünkre tesszük a kezünket, és visszanézünk abba az időszakba, amikor mondjuk a cigányozás, meg a különböző ilyen antiszemita megnyilvánulások a, jobbik életében itt kötőszóként szolgáltak. Meg hát azért mondjuk te is fogalmaztál elég élesen, például ugye, hogy a szoba közepére piszkítanak, még igénytelenek ha mondjuk te szülőként ezeket hallod, vagy ezeket látod, hogy valakitől kapsz egy ilyen féles, hogy te ez a Péter ilyeneket beszél, de ő tanítja a Pistit, te, te, nem érezted volna azt, hogy a gyerekeid nem biztos, hogy jó helyen vannak biztonságban? És azért, azért be, hogy a Magyar Gárda vonulgatott, és tényleg félelmet keltett. Nem tudom, te ezt hogy hmm. látod, de, de akárki, akármit mond, tudjuk, hogy azért sok emberben félelmet keltett. Ha hmm. Magyarországon működik megfelelő gyermekvédelem, akkor egy szülőnek azt is tudnia kell, hogy neki felelőssége van a gyermek jövője szempontjából. A felelősségvállalás ott is megjelenik, ott is tetten élhető, hogy a szülő például tudni akarja, hogy kitanítja az ő gyermekét. Nem akkor akarja tudni, amikor behívják a bíróságra tanúskodni, hanem akkor, amikor beiratkozik az iskolába, vagy tartunk egy, egy, szülői értekezletet, vagy bármikor elérhető a pedagógus telefonon, ha azt akarják, hogy menjek ki hozzájuk, akkor kimegyek hozzájuk. Nem érkezett ilyen jellegű megkeresés, semmiféle érdeklődés, még egyszer mondom, arról sem ismertek meg. Innentől kezdve persze lehetnek különféle egyébként jogos előítéletek az akkori jobbik vonatkozásában. Hozzáteszem, hogy engem pontosan a kaiakban szerzett Mondjuk, hogy traumatikus élmények, és ez nem pejoratív értelemben uh -huh. értendő, vittek rá arra, hogy nekem itt valamit tenni kell, gyerekek. Én előtte tanítottam Budapesten, egy budai, hát talán elitiskolának is nevezhetünk a budai középiskolába, egy kétanyelvű középiskola. És onnan kerültem Miskolcra ebbe az iskolába, és, és miután Miskolcon nőttem fel, azért sok mindent láttam már de amikor úgy eszenciálisan találkozik a borsodi valósággal az ember egy iskolában, akkor ott, ha valaki a közélet iránt érdeklődik, akkor ott azt tettekre sarkalja. A jobbik az időben azért nem csak a cigányságot ekészte, azért nem csak, nem csak a cigánysággal kapcsolatban tett sokszor pályorati vagy dehonestálok kijelentéseket, hanem azért elég sűrűn antiszemita megjegyzéseket. Tehát, sőt, ugye hát volt olyan, amikor bizonyos rendezvényeken te ott, ott álltál a háttérben, és antiszemita megjegyzések hangoztak el, ami csak azért furcsa, mert ugye te mindig felvállaltad a, a, a zsidó származásodat, és hát ugye a, a családnak az ügye, az pedig egy konkrét kabaré volt a Jobbikban, hogy az egyik vezető politikusról kiderült a zsidó származás, és akkor le is mondott. Vona uh, Gábor elmondta egy interjújában, hogy akkor te is fölhívtad, hogy hát figyelj Gábor, az, én is zsidó vagyok, most mi legyen, és mondta, hogy nincs -e ezzel semmi probléma. Nem érezted soha azt, hogy rossz helyen vagy? Tehát amikor mondjuk te ott állsz, fölkonferálsz valakit, ő, ő, ő ott egy száraz zsidózásba kezd, és nem érezted soha azt, hogy figyelj, ez így nem biztos, hogy oké. Okay. Tehát jó helyen voltam, úgy éreztem, ahol esetleg lehetnek rosszabb emberek, akik olyan megnyilatkozásokat tesznek, amelyekkel én nem tudok azonosulni. Szóval tetted ezt nekik? <kül> Miskolcon nem volt jellemző a zsidózás, hogyha erről beszélünk. Hát oké, de hogy ott nem jellemző, de egyébként országosan pedig az a jobbikról a vélemény, hogy egy antiszemita fajgyűlő fajgyűlölő párt, és mondjuk te azt mondod, hogy hello, egyébként én, mint zsidószárnozás ember itt vagyok, és a jobbik szekerét tolom. Nem lehetne ezt egy kicsit finomabban, vagy akár mondjuk a vonával leülni, erről beszélgetni? ha a párt antiszemita lett volna, akkor én zsidó származású politikusként nem nagyon lettem volna képviselő, nem nagyon lettem volna polgármester de mégis az lettem. Mert pontosan a pártvezetés mondta azt, hogy semmi dolgunk nincs ezzel. Én magam is azért mondtam el, mert láttam, hogy milyen média érdeklődés van a téma körül, és ha média érdeklődés van, akkor nyilván a pártvezetésnek tudnia kell róla. Bennem is vannak kérdőjelek, akkor is voltak kérdőjelek, de akkor, amikor az ember a magyar valóságban él, és mondjuk Borsodban és Miskolcon nem a, a zsidó-magyar együttélés kérdése volt a, a hétköznapokat meghatározó téma, hanem az, hogy cigány-magyar együttélés, közbiztonság kérdése, megérhetés kérdése, húsba vágó problémákkal kellett foglalkozni, akkor én azokra a problémákra kerestem a választ, amelyekkel szembesültem, és a lakókörnyezetem is szembesült nap, mint nap. Kérdőjelek nyilván voltak benne, tehát amikor Vona azt mondta, hogy, hogy, ha kiderülne, hogy ő zsidó származása, akkor ő a jobbik elnökségéről. Mondjuk ez egy olyan információ volt, amivel nem tudtam mit kezdeni, de a pártelnöknek megvan az a lehetőség, hogy mondjon azt, amit jónak lát. Nekem is megvolt az a lehetőségem, hogy ezt betegyem a fiókba, és ne ezzel foglalkozzak, hanem azzal, hogy helyben a saját közösségemnek az érdekeim, érdekeim mit, mit kívánnak. Azért mondjuk nem egyedülálló a történelem során, hogy az emberek nagyon sokáig hallgattak, Bizonyos esetekben nem szólaltak meg, nem álltak ki bizonyos népcsoportok mellett, esetleg egymásért és aztán egy sokkal nagyobb rossz szakadt a nyakunkba. Szerencsére a jobbikkal ez nem történt meg, de mondjuk akkor ennek nem az az oka, hogy az akkori pártagok azt érezték, hogy hát ez már, ez már azért itt De még mielőtt ebbe belemennénk, arra vagyok kíváncsi, hogy ugye neked van egy feleséged, vannak gyerekeid, akiket viszonylag keveset látunk. Sőt, én egyébként a feleségedről lehet, hogy csak én végeztem munkát, de nem is nagyon találtam semmit az ég a világon. Ez szándékos, tudatos? Nem mindenki szereti a rivalda fény, nem mindenki szeret a, a, a fókuszban lenni. A gyermekeimet is mindig meg kell kérdeznem. Most már elég nagyok ahhoz, hogy akartok egy közös képet a vagy sem. A nagyfiam ő azt mondja, hogy ő már nem akar. Így módon a három fiam közül kettő az, aki olykor-olykor megjelenik a médiában, a közösségi oldalamon, a nagyobbik fiam már nem. De hozzáteszem, hogy azért ebből a szempontból is a médiától kapunk rosszalló kérdéseket, hogy, hogy családtagot, gyermeket miért jelenítünk meg a közösségi médiában. Én pedig ezt azért teszem, mert nyilván van a magánéletnek is egy olyan pontja, amire még kíváncsiak az emberek, és amit én még meg tudok mutatni. Ez az a pont, amikor mondjuk a gyermekemmel, nem tudom, paprikát ezt a pontot még megmerem mutatni a nyilvánosság számára is, és ebben még ők is beleegyeznek. Uh -huh. Monagában azt mondta, hogy kb. 2013 környékén uh, fogalmazódott meg benne a néppártosodásnak a gondolata, és sokszor azt is elmondta, hogy azért, mert hogy a Fidesz jóval nagyobb uh, környezetet, jóval nagyobb platformon tudta a migráns és a cigány kérdést itt boncolgatni. Ergó tulajdonképpen a cigányozás meg a migránsozás lenyúlta a Fidesz, így hát a Jobbiknak maradt az, hogy egy, egy jobb útra, egy középre terelődnek. Mennyire lehet egyébként hiteles egy ilyen párt, aki azt mondja, hogy gyűlölködés az nem megy nekünk, akkor, akkor, akkor jöjjünk beljebb egy kicsit, kicsit középre. Szerintem őszinte volt volna Gábornak a felismerése, hogy ö, ö, mérsékelt politikát kell folytatni, de ez nem a Fidesznek a függvénye, hanem egy belső indítatás, egy belső felismerés, ami nem is biztos, hogy egyébként szavazatokban meghálálta önmagát. Tehát mégiscsak a Fidesz van kormányon, aki ma már tényleg szélsőséges retorikát folytat, és kétharmados győzelmet arattak, a jobbik pedig a 18-as választás után bezuhant 6%-ra. Itt a vonal, én azt mondtam neki, hogy hát nekem egy kicsit ez úgy tűnt, mintha elhagyta volna a, a süllyedő hajót, ő azt mondta, hogy nem, mert akkor a jobbik egyik világkorát élte, de így a hangsúlyodból, meg a szavaidból azt veszem ki, hogy te nem egészen ö, így gondolod. Hogy látottad volna a Gábornak így a dobbantását, hogy így fogalmazzak? Mindenkinek nagyon nehéz volt. Nem, nem, nem fele a dobbantás miatt. Mert mindenkinek az életében eljöhet egy pillanat, amikor belefásul, vagy, vagy a karaktergyilkosságot megunja, már nem akarja tovább csinálni, vagy csak ígért valamit, hogyha nincs kormányváltás, akkor lemond, és fura módon betartja az ígéretét. Nekem nem ezzel volt a problémám, hogy ő, ő dobbantotta, hogy te mondod, hanem hogy a, a, a trónutodlás nem volt biztosítva. A történetből tudjuk, hogy ha a trónutodlás nincs biztosítva, akkor a király halála vagy távozása után a birodalom széteshet. És lényegében a jobbik ezt az állapotot kellett, hogy átélje, hiszen egy nagyon kemény belharc következett a történetünkből, ugye, Torockai versus Schneider Tamás. Ez hát, egy átjáróház volt, nem? Tehát jöttek, mentek az emberek akkor, után, amikor telettél az elnök, akkor is jöttek, mentek az emberek. Tehát azért ott, ott, ott tényleg durva belharcok voltak a jobbikban, amiben nyilván mi csak annyit láttunk, amennyi, amennyi kiszivárgott. Vannak még egyébként ö, ilyen. ilyen... Pottanásik feszül dolgok a párton belül, vagy most már azért ezek lecsendesedtek? Rendfegyelem szervezettség. Tehát az, hogy a jobbik 6%-ról most már e, szinte minden közvéleménykutató szerint 14%-ra feljött, ez csak úgy működhet, hogyha egy párt egységes szervezet is fegyelmezett. Ez pedig egyébként az kellett, és ez volt az én szándékom is, hogy a, vá a elnöki választásomat követően, lehetőleg egy-két hónapon belül mindenki dönts el, hogy velünk jön, vagy menni akar. Ezt a 10%-ot egyébként, ez a 10% az a jobbiké, vagy a Jaka Péteri? Hát azt mondják, hogy vagy, most vannak olyan kutatások, hogy Jakab Péter az ellenzék legnépszerűbb miniszterelnök jelöltje, de szerintem mondjuk Karácsony is népszerű, de a párbeszéd meg nem annyira. Jakab Péter mellett a jobbik is szépen jön föl. Nyilván az emberek jobban tudnak egy politikai közösséget arcapján beazonosítani. Ez a legtöbb közösségben így van. Tehát ha, ha a DK, akkor Gyurcsány, ha a Fidesz, akkor Orbán, ha Jobbik, akkor Jakab, de szerintem Jobbik lesz Jakab után is. Igen, csak Fidesz a... nem lesz Orbán után. Ha a DK esetében mondjuk megállítanék az bárkit így az utcán, és azt mondanám, hogy sorolj már fel nekem 5 dk es politikus, valószínűleg neki menne. De ha ugyanezt megtenném a jobbikkal, és azt mondanám, hogy sorolj már fel 5 jobbikosot, akkor... Jakab Péter, vonagábo, az már nincs, akkor Jakab Péter, és, és szerintem itt megállna a tudomány. Miért van ez? Biztos, hogy, hogy a szavazó tábor összetételében is tetten ez. Szerintem, hogyha a DK-t megmérjük, hogy hol népszerűek, akkor jellemzően a nagyvárosokban, ahol az emberek azért tájékozódnak, érdeklődnek a politika hogy léte felől. A mi szavazóink inkább a kisvárosias, farusias környezetben találhatóak. És nem biztos, hogy annyira utána ásnak annak, hogy egy, egy, egy politikai pártnak éppen kik a képviselői. Akarnak egy hangodót, akarnak egy életérzést, akarnak egy az életérzés mögött fel, felmutatható programot, de sok esetben ennyivel meg tudnak elégedni. Mert hogy a hétköznapok nyomorában az emberek azért... Nem programokat bújnak, meg nem képviselői népsorokat olvasgatnak, hanem egy életérzést akarnak. Sok esetben a köztévéből is megkapják hozzá, teszem. Tehát amikor a, a krumplit meglóbáltam a parlamentben, akkor ez az akció nagyon sok falusi választópolgárhoz nem az interneten keresztül jutott el, hanem a köztévén keresztül, mert az M1 bemutatta. Nyilván olyan narrációval, hogy én itt ö, módon viselkedek és fegyegettem testépségében is kedves És, vezetőt. és majdnem megölted, igen. É, és és majdnem megölted. Majdnem felfaltam a szememben. Szoktam, de, de, de az üzenet azért mégiscsak eljutott a választópolgárhoz, hogy az a krumpli azért van a parlamentben, mert négy évente hozzám is megszokott terkezni, mondja a választó, és ezzel akarnak engem megvásárolni. Az üzenet pedig az, hogy pontosan azért tartják Mari nénit nyomorban, hogy aztán négy évente ez a zsákrumpli elég is legyen a szavazathoz. Mi pedig azt mondjuk, hogy nem zsákrumplit kell adni Mari néninek, hanem tisztességes nyugdíjat, hogy majd ő aztán el tudja dönteni, hogy mit akar venni az év három Amikor a Mari néni annyi, tehát a Marinéni azt a zsákrumplit kapná meg, amit ott lóbáltál, tehát azért mondjuk egy, egy 4 millió 400 ezer zsákrumplinak Mari néni nagyon örül, Az biztos. Tehát, az hogyha biztos. mondjuk úgy, úgy, számoljuk a kilónkénti árát a krumplinak, akkor szerintem néni lenne a világ legboldogabb Marinénie. Gábor... Szokásos módon túlározott. Igen, igen, hát egy kicsit, kicsit túl van Igen. Uh, Gábor, egyébként milyen a viszonyod? Meg, meg hogy, hogy néz az most ki, hogy, ő, hogy ő, ugye... Én úgy hogy megpattant, le, nem, ide. El, el, elhagyta a pártot, és most így a pálya széléről azért időnként csak-csak elmondja a véleményét. Uh, ez, ez, egyébként milyen hozzáállás? Vagy ezt, így, vagy ezt hogy foglalkozol egyáltalán ezzel bármilyen szinten is? Nem. Én volna Gábor, te teljes mértében. Ahogy ő elengedte a pártot, nekem is el kell engedni őt. Tehát nem lehet görcsösen ragaszkodni egymáshoz, sehova nem vezet. Egy vloggerként elmondhatja a véleményét a, a nagyvilágról, akár a jobbikról is. Egy vloggernek a véleménye, és ennél nem több. Azért a fizetés egy nyilvános, és hát hogy mondjam, elég szép summát kapsz, ugye a bruttót 2,4 millió forint, és ezt sűrűen olvashatjuk is az origón. Mondod azt, hogy megtehetnéd, és egyébként ebben, ebben egyetértünk, valóban megtehetnéd, Más is megtehetnél, és az érdekel engem, hogy tényleg ilyen irreálisan magas mondjuk egy politikusnak a fizetése, és ennyire a nép gyermeke akar lenni, akkor mondjuk miért nem mondja azt, hogy nekem ebből elég? X ezer forint családomat, magamat eltartom, a többit pedig azokra a célokra, olyan jótékonysági célokra, olyan dolgokra költöm, olyan dolgokra teszem félre az én pénzemet, ami... Uh, ami, ami, mondjuk egy hosszabb távú cél, mert egy nagyobb célt szeretnénk. Tehát hogy lényegében az a kérdésem, hogyha ilyen sokat keresel, akkor mondjuk egy részét a pénzednek miért nem jótékonykodod el, hogyha te tényleg így a népgyermeke vagy. Hiszen ezt is megtehetnéd. Hogyha te párizsit és krumpit teszel, akkor igazából beleférne az, hogy a fizetésed nagy részét pedig jótékony célra fordítsd. És ezt tesszük is. Csak nem minden mutatunk meg a Facebookon. Tehát rengeteg, és ennyire azért vagyok önző, hogy nagyon sok taktáson keres meg azzal, hogy elveszítettem mondjuk mind a két kereső az állását. Egyik hónapról a másikra a Covid miatt. És a kormánytól semmilyen segítséget nem kapnak, és csak annyit kérnek, hogy, hogy ezt a hónapot valahogy húzzák már ki. És akkor adományozom, nem csak én, hanem a képviselőtársaim. Megy egy kör megy egy telefon, hogy figyeljetek, össze kéne dobni X összeget, hogy, hogy túléljék ezt a hónapot. Egyik taktársainak leégett a háza. Nyilván nem volt tartalék, hogy felújítsák. Megoldottuk házon belül, összedobtuk a pénzt és megcsináltuk. Nem mindent kell kitenni a Facebookra. Nem az a lényeg, hogy nyilvánosan vagy csendben, a lényeg az, hogy segítsen az ember, egy-kettő. Azért lesz egy kormányváltás. Nem két lesz. Tehát az, hogy a politikusok mennyit keresnek, az egy dolog. Ennek a pénznek egy jelentős részét bizony mindenkinek, kötelező jelleggel félre kell tenni arra, hogy legyen miből majd szórólapot kiadni, legyen miből újságot kiadni, legyen miből Facebookon hirdetni, legyen miből országot járni, a legyen miből kampányolni. Zsebből, mindenki. Egy részét zsebből, egy részét pedig nyilván egy abból részé, a kap, támogatásból. Kapni, a kampányra hát akkor nem, tehát minden kampány előtt. Hát most, bár egy kampányfinanszírozás terén lehet, hogy nem, 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 teljes körül a tudásom, de hát azért itt a kamupártok kapcsán szoktuk hallani azokat a bizonyos milliárdos tételeket, összegeket, ugye, amit, amit, itt kampányra kapnak a pártok. Tehát te azt mondod, hogy egyébként nem elég ez a szintén irreális mennyiségű pénz arra a kampányra, hanem neked még saját zsebből, meg nektek még saját zsebből is kell tulajdonképpen tolni a jobbik szekerét. Tehát a kamupárt ahhoz képest nagyon sok pénzt kap, hogy aztán nem kampányol belőle. Mert nem, akar, Igen. nem akar választást nyerni, de egy párt, amelyik kampányolni akar, amelyik meg akarja nyerni a választást, amelyik már nem tud óriás plakátokat kihelyezni, mert ugye a Fidesz mindent bezsebelt, amelyik már a postát se tudja megbízni, hogy vigyétek már ki a szórólapot, mert a posta itt most jelentette be, hogy beszükült a szórólap piac, így a választások előtt már nem fognak szállítani, oldjátok meg valahogy máshogy. Nekünk mindent meg kell oldani úgy, hogy a Fidesz mögött egy ország van, egy államgépezet van, 3200 önkormányzat, mínusz akik még állják a sarat. Kifogyhatatlan anyagi és humán erőforrással rendelkeznek. Ehhez képes nekünk nagyjából szinte valóban saját zsebből, meg lábon kell megnyerni ezt a választást. Fordultam én a választókhoz is, hogy, hogy, hogy kezdjünk el gyűjteni. Ott is voltak negatív hangok, hogy úgy hogy már, annyit kerestek, nehogy már te gyűjts, oké, okay, akkor annyit keresek, félre is tesszük egy jelentős részét arra, hogy majd a választókörzeteket egyéniben meg tudjuk nyerni, de azért mégiscsak Mészáros Lőrincen állunk szemben, és az ő dollár milliárdjával, amit bármire is használhat. Nyilván arra is fogják használni, hogy ledarálják az ellenzéket, nekünk pedig, ha csak paritjával is, de paritjával is állni kell a gépfegyverekkel szemben a sarat, állni is fogjuk. Azért ez így nem igaz, mert a social médiában olyan eléréseket tudtok generálni, amiről a kormány egyébként csak álmodhat, és bármennyit fizet szemmel láthatóan akkor sem működik ez, nem jutnak el mondjuk a hőn fiatal szavazókhoz. Ellenben veled, arra lenni kíváncsi, hogy ezeket a performance-okat, amiket itt a parlamentben ö, lenyomsz, ezeket egyébként te találod ki, vagy erre van egy ilyen gegcsapat, vagy ez, ez hogy, hogy, kell kinézni, hogy, hogy születik meg Jakab Péter és a zsákrumpli, Jakab Péter és a piroslap? az én akcióimat általában én találom ki, illetve ö, van egy asszisztensem, akinek a segítségével össze szoktuk hozni az akciókat, gondolkozunk rajta, hogy mi legyen, de nagy stáb nincs. Tehát valamelyik, ö, talán a négy négy, nem is tudom, tehát nem várt helyről jött a kellemetlenkedés, hogy 80 fő stáb állítja össze a proli feelinget. Nincs, nincs 80 fős, is, nincs, 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 80 fős stáb, a prolizás az rájuk hújon vissza, mert nem ismerik a vidék valóságát. Az egyik képviselőtársa mondta ellenzék, és nem is mondom a nevét, de meglepődött az, hogy Jakab Péter a legnépszerűbb miniszterelnök jelölt. És erre az volt a válasz, hogy hát apukám, lehet, hogy még mindig nem ismerem a magyar néplelket. De ez baj. Mind hogy miért kéne megbíznunk egyébként a jobbikban, meg így Jakab Péterben, meg így ebben az egészben? Mert hogy tíz évvel ezelőtt a a jelenlegi szövetkezést, meg a jelenlegi identitását a pártnak, az akkori párt az kiröhögte volna. Most viszont mégis ott tartunk, hogy, hogy ugye összefogott az ellenzék. Hozzáteszem, én ezt üdvözlöm, csak mégis mindig, mindig, van, egy ilyen, mindig van egy ilyen kétség bennem, hogy, hogy nem kígyót merengetünk mi a keblünkön? A jobbikkal? Mi van, hogyha tíz év múlva mondjuk visszanézünk, és akkor mondjuk a fidesz vagy a, vagy mondjuk a mi hazánkkal szövetkeztek. Tehát, hogy azért egy ekkora pálfordulás, egy ekkora változás egy pártnak az életében az, az nem adhat bizonytalanságra? A megoldást merengetitek a kebleteken. És a megoldás az pedig a változás. Nagyon-nagyon rossz lenne, e hogyha valaki képtelen lenne a világ változásával együtt változni. Ha azt mondanánk, hogy a jobbik nem változott, mi ugyanolyanak vagyunk, mint ő tíz évvel ezelőtt, az baj lenne. Mert aki nem változik, az halálra ítéli saját magát. Mi pedig ezt az országot nem halálra akarjuk ítélni, hanem fel akarjuk támasztani végre abból a porból, amiben most már tíz éve van. Orbán Viktor, most nem akarok erőszót használni, de a méreg az ország számára. Igen, Nem, mér, szoktál nem, használni nem, azért nem, nem, próbálok cizeláltan nem, de nem, az nem, osztára, mondom, nem, nem, ne az nem, nem, az, uh, az anyagi romokon túl a morális romok eltakarítása sokkal nehezebb lesz az, hogy ez az ember a végletekig megosztja a magyar társadalmat. Mindig is ezt tette, most is ezt teszi. Oltás ellenes baloldal mondja a hülyeséget, holott itt lényegében azt hiszem mindenki oltakozni akar, ugye láthattuk, hogy a pfizer milyen tömegek várakozta. És hogyha valaki így megosztja a nemzetet, az a nemzet halálával legyen értékű. Mi pontosan ezért mondtuk azt, hogy a nemzetet újra kell egyesíteni, ehhez pedig össze kell fogni más pártokkal. Mondhatjuk a Jobbikra egyébként, hogy hogy, hogy, hogy egy kakukk tojási az ellenzéki összefogásban, hiszen egyedüliként képviseli, vagy próbál képviselni itt a jobboldali értékeket, érdekeket. Um, és hát ez sok mindenben nyilván meg is mutatkozik. Többek között például, ami engem leginkább érint, és ami engem leg, leginkább érdekel, ugye ez pedig a, a melegek kérdés, a melegek örökbefogadásával kapcsolatos kérdés. Többször fogalmaztál már úgy, hogy te nem fogsz azért kampányolni, hogy egy gyereknek három apja legyen, amit, ö, megmondom őszintén, nem nagyon értek. Elmondod, hogy hogy lehet egy gyereknek három apja, vagy itt mire gondolt a költő, amikor ezt a három apás példát hozta fel? A kérdés első felét is kifejtem. Tehát valóban, Kakutójás mondtál, én azt mondom, hogy miért kezdtünk legtávolabbról a tárgyalóasztalhoz. Ö, talán nekünk kellett a legtöbb változást eszközölni, a legtöbb kompromisszumot megkötni ahhoz, hogy ennél a tárgyalóasztalnál ott lehessünk és az ellenzék Együttműködés centrumába érkezhessünk, ami azt jelenti, hogy tudunk hidakat építeni minden párt felé, meg tudjuk találni a közös hangot. És igen, a jobboldaliságunk abban is tetten érhető, hogy miközben maximálisan nyugatorientációt folytatunk. A nyugat részének tartjuk Magyarországot, szemben Orbán Viktorral, aki most már ugye a kínai kommunista párban találta meg a legfőbb szövetségest. Mi nem akarunk mindent kontrollálatlanul átvenni a nyugattól csak azt, ami a magyar társadalom szövet rendszerébe, a magyar társadalom hagyomány rendszerébe szervesen átültethető. És igen, én mindig küzdeni fogok azért, hogy egy magyar gyermeknek az édesapja és édesanyja az érjen annyit, mint egy német gyermek édesapja és édesanyja. Keressen ugyanannyit, ha már uniós tagok vagyunk. De azért nem tudok küzdeni, hogy egy gyermeknek három apja legyen. Mondhatnánk azt is, hogy ez egy sarkos megfogalmazás, de. de pont... Hogy lehet egy gyereknek három apja, arra vagyok kíváncsi. Hát a kaliforniai bíróság mégiscsak hozott egy ítéletet, hogy egy gyereknek lehet három apja. Hogy hogyan azt én se tudom, mert én azt se tudom, hogy két apja hogy lehet. Szerintem egy gyermeknek lehet két, édesapja. két apja. Még belefér? Szerintem, hogyha azt a minőségi kritériumot át akarjuk lépni, hogy egy gyermeknek lehet édesapja meg édesanyja, mert a jó Isten így teremtett meg bennünket, akkor onnantól kezdve biztosan mennyiségi kritériumot is át lehet lépni, és akkor nem csak kettő, hanem három vagy négy vagy öt is lehet, hogy ők szeretett közösségben élnek, akkor nem tudom, hogy hol a határ. Én tudom, hogy számomra hol van a határ. Számomra a határ ott van, hogy van -e egy Isten adta minőségi kritérium. Azt, hogy a gyermeknek édesapja lehet, meg édesanyja, így teremtetett meg bennünket a jó Isten. Ettől eltérni nem tudunk, és a gyermek számára az a legoptimálisabb, hogyha ez így is marad. Meg lehet, hogy ettől nem tudunk eltérni, ezzel szemben viszont jelenleg Magyarországon 23 ezer kisgyermek él állami gondozásban. Ez több mint az egy százaléka egyébként a magyar gyerekeknek. Magam is állami gondozásban nevelkedtem, és hát engem nem tud senki meggyőzni arról, hogy jobb helyen van valaki az intézetben, mint egy családnál, még ha az a család, nagy Isten, két nőből, vagy két férfiból, vagy egy nőből, vagy egy férfiból áll. Ettől függetlenül mégis kíváncsi vagyok a véleményedre, mert biztos vagyok benne, hogy van, hogy, hogy te ezt hogy látod. Te ugye azt mondtad, hogy nagyon sok örökbefogadásra váró ö, házaspár van. Azért az fontos tudni, és ezek tényállások, tehát ezek nem egy légből kapott dolgok, hogy a házaspárok leginkább fiatal, újszülött, fehérbőrű, egészséges gyereket szeretnének. Akkor mondjuk egy ö, hat éves hallásérült cigány kislánynak jobb bent az intézetben, mondjuk, mint egy meleg párnál? <coughs> Szerető szülőnél van jó helye ennek a kislánynak, és az nem az intézetben van. Tehát én ezt a kérdést nem a kimeneti oldalon közelítem meg, hanem a bemeneti oldalon. Azt kell elérni, hogy minél kevesebb gyermek kerüljön intézetbe. Ehhez pedig hatékony gyermekvédelemre van szükség. Egy példát elmondok. Képviselőként egyszer elmentem egy bejárásra, egy borsodi faluba, Kismárosba. Gyermekvédelmi szakemberrel. És a gyermekvédelmi szakember bevezetett bennünket egy portára, az OSB lapokból volt összerakva a kaiba. 16-17 éves forma anyuka, meg egy 20 éves forma apuka nevelte egy éppen totyogós kisgyermeket. És derék lopták az áramot. És azt mondta, én nyilván elszörnyűködtem. A gyermekvédelmi szakember pedig azt mondta, hogy én nem látom, hogy ez a 16 éves anyuka milyen mélyről jött fel, és hol tart már a fejlődésben. Uh, és én azt mondtam, hogy nem tudom, hogy az a 16 éves anyuka milyen méről jött fel, épp csak annyit látok, hogy ma ebben a pillanatban megölheti a gyermekét, uh, aki lehet, hogy be, abba a derékmagasságban lopott áramvezetékbe fogja majd uh, a kis kezeit belekapaszkodni vagy beletenni, és meghal. És a gyermekvédelmi szakember a szülővel volt empatikus, és nem a gyermekkel. Én pedig a gyermekkel akarok empatikus lenni. Ennek a gyereknek mi a jó? Az, hogyha ezzel a párral marad, apával, anyával, aki lehet, hogy ma megöli, nem ez a jó az a jó megoldás, hogyha lesz két jó jómódúbb apja? Szerintem ez se jó. Akkor az a megoldás, hogy betesszük az intézetbe? Ez sem egy jó megoldás. A Akkor jó megoldás jobb? az az, hogyha a magyar gyermekvédelem képes olyan szinten működni, hogy megértesse azzal a 16 éves anyukával, lehetőleg még a gyermekvállalás előtt, hogy milyen a felelős gyermekvállalás és milyen a felelős gyermeknevelés. Hogyha erre a szintre eljutunk, hogy ma Magyarországon, akár a legapróbb borsodi faluban is az emberek, a fiatalok tudják, mi az a fogamzásgátlás, tudják, mi az az óvszer, esetleg meg is tudják venni, mert apának, anyának van munkája akkor eljuthatunk arra a szintre, hogy ezek a gyermekek nem vállalnak gyerekként gyereket, hanem felelősen teszik ezt majd meg felnőttként, és nagyon jól tudják, hogy mivel jár a gyermek fogadása, a gyermek felnevelése, mennyi idővel, mennyi felelőssége, mennyi pénzzel. A magyar államnak pedig ezt a feltételrendszer kell megteremteni a szülők számára, hogy alkalmas szülők legyenek, és ők olyan egészséges, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéshez szükséges rendszer tudjanak megadni a gyermeknek, amely minden gyermeknek jár. Tehát itt, amikor erről a kérdésről beszélünk, akkor nekem mindig a gyermek érdeke az első, és nem a melegek jogai. Ez nem a melegek jogairól szól, hanem a gyermekek jogairól szól. Ebben egyetértek, de szerintem egyébként mennyi idő lenne az, Nagyságrendileg, míg eljutunk ide, tehát míg eljutunk oda, hogy az emberek, kis, az legutolsó kis zsákfaluba is mondjuk a teljes fogamzásgátlás és gyermekvállalás, mint olyat, mint egyáltalán szót magát, vagy ennek a ennek a, ennek a jelentését megismerjék, szerinted mennyi idő kell, egy évszámot mondj nekem? Nem tudok satszolni. De, de lehet nagyjából 10-20, 10 Amikor a gyermekek jogairól van szó, akkor holnap akkor holnap kell elkezdeni a munkát. Hát és holnap kell... elkezdjük, csak mikor jutunk el kb. odáig szerinted? Tehát mennyi idő, mennyi, idő, alatt lehetne szerinted realizálni ezt a kérdést? Ha pénzparipát fegyvert nem kímélünk, már pedig nem szabad kímélni, akkor a lehető leggyorsabban. De nem tudok időt mondani nyilván, hiszen mélysebekről van szó. Én azt gondolom, hogy egy 10-15 éves munka biztos, hogy lenne az, ahogy, hogy eljussunk egyáltalán, tényleg valamilyen szintre, valamilyen szinten főzárkózunk. Uh, akkor viszont ennek tükrében továbbra is maradna, maradva az előző példánknál a hat éves hallássérült cigány kislánynak ebben a 10-15 évben, ameddig mi el nem jutunk oda, akkor addig ő maradjon az intézetben. Inkább maradjon az intézetben, mint mondjuk, hogy fölnevelje egy, 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 meleg pár, esetleg egy nagyon jó egzisztenciával rendelkező meleg pár. Ez az a kérdés, ahol nem tudok a, mondjuk ugye a Szent Atya álláspontjától nem tudok eltérni. Nem tudok eltérni attól a keresztény konzervatív állásponttól, hogy a gyermeknek az az egészséges, hogyha lát egy apamodellt és lát egy anyamodellt. És minden létező eszközzel ezt a célt kell. Érteleg, Értelek, továbbra is értelek. Kíváncsi mondjuk, hogy a Szent Atya hogy vélekedik arról, hogy tehát itt, már, itt már a normális, normálisnak mondott, vagy gondolt, vagy vélt családmodellt, amikor van anyuka, apuka, minden happy, minden rendben, hétvégén megy foci meccsre, vacsora, ebéd, akármi. Tehát itt, 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 most nem erről, nem erről a példáról beszélek, hanem arról a példáról beszélek, amikor, amikor, állami gondozásba kerül a gyerek nevelőszülőköz, esetleg bántalmazzák otthon, tehát hogy, 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 most itt nem, nem, nem arra gondolok, amikor, amikor minden happy, ha engedjük el ezt a, ezt a történetet, tehát hogy itt, amikor, amikor már megtörtént a baj, arról az esetről beszélünk. De, de rosszul mondott, tehát ne inkább maradjon állami gondozásban. De már ott hanem van ott inkább... van. Tehát hogy azt nem tudjuk azt mondani. Tehát most jelenleg ott van, 23 ezer gyerekről beszélünk. Ez egyébként egy, több mint egy százaléka a magyar gyerekeknek. Tehát a magyar gyerekeknek több mint egy százaléka van jelenleg állami gondozásban. Beszélhetünk arról, hogy 10 év múlva, meg 20 év múlva meg megváltoztatjuk. Beszélhetünk erről, de ez még nincs. Ez még nem történt meg. Viszont 23 ezer gyerek ott vár, és minden egyes látogatóban, minden egyes emberben, aki beteszi az intézetbe a lábát, azt látja, hogy majd lehet, hogy elviszi, lehet, hogy hazaviszi. Én ott voltam 11 évesen, pontosan tudtam, hogy a kutyának nem kellek. Nagy vagyok, ö, már, már felnőtt, tudatos identitással rendelkezem, senkinek nem kellek, én pontosan tudtam. De a négy évesek még azt hitték, amikor jött valaki látogatóba, hogy lehet, hogy őt viszik és akár az egy meleg pár is lehetett. És azért fura tudod, mert most nyilván a nézők nem látják, de egy egész szép kis csapat gyűlt össze a jobbik részéről, ami egyébként tényleg rendhagyó, hogy hogy ennyien elkísértek téged a pártból, és tudom, hogy a párton belül is egyébként van, aki nem így gondolkodik. Ez nálatok egyébként ez a, ez a belső, hogy mondjam, ilyen gondolkodásbeli ellentét, ez, ez ez nem zavaró? Vagy te ennyire azt mondod, hogy nem, és akkor ez? Ez az a kérdés. Tehát, ö... Miután a mi képviselőinknek a jelentős hányad az tényleg a vidék rögvalóságában jön. A sorban kicsit hátrébb van a három apa kérdése. Én szívesen filozofálok arról, hogy hogy ki kell lenyitni ezt a kérdést, és lehet erről beszélgetni. Csak érted, hogyha ezt a minőségi kritériumot tényleg megszüntetem, akkor szerinted, most visszakérdezek, lehet négy apja egy gyereknek? Nyilván nem. De ezt ki mondja, hogy lehet három is? Ha a szellemet kinyitjuk, vagy kiengedjük a palaszból, akkor az jön. És még egyszer mondom, kaliforniai bíróság már erről döntés hozott, Értem, hogy lehet olyan államok, ahol nem lehet az utcán datóját enni, mert börtönbe, börtönbe kerül Amerikában. Tehát azért pontosan tudjuk, hogy az állított nyugaton is vannak elmebetegek. Igen. De ettől függetlenül, tehát nem mindent ezt kell alapul venni. Igen, és azzal sem értünk egyet, hogy a hat éves kisgyereket nőnek öltöztetik, és, és magát, és pénzt a bugyjába, elképesztő börtönbe nem ezeket az embereket. Ebben nincsen vita köztünk. Abban van vita, hogy persze három apja ne legyen, és most is egyébként a múlt héten láttam egy posztodnál, hogy te soha nem fogsz küzdeni azért, hogy három apja legyen, vagy hogy van dolog. Egy, szerintem senki nem is kérte tőled, hogy küzdjél, illetve egy olyan példát hozunk fel, hogyha látom, hogy valakit belocsolnak benzinnel és meggyújtják, akkor, és mondjuk látom, hogy ki fog hűlni a söröm, akkor valószínűleg nem először a sört iszom meg, hanem leöntöm azt a szerencsétlen, és majd utána iszom meg a sörömet. Tehát, hogy nem kell választanunk. Tehát, hogy ez egy, ez egy, annyira egyértelmű dolog szerintem, senki nem azt mondja, hogy az éhezéssel szemben az, hogy Osvágy Zsolt örökbe fogadhasson, vagy bármelyik meleg örökbe fogadhasson, prioritást élvez. Csak nem értem, hogy ezt a kommunikációt részéről, hogy ezt miért kell megpedzegetni. Mindenképpen kell egy ilyen jobbos, tökös gyerek, nem. hogy már pedig akkor sem fogunk, vagy ez nem értem. Tényleg. Ez a kérdés például az ellenzéken belül törésvonalat generál. Tehát amikor én a, a nem tudom, az egyik, egyik baloldali hírportálnak nyilatkoztam erről a kérdésről, talán először, és ott is három apás példát hoztam, mert már volt egy bíróságítélet, tehát ez, ez akár valóság is lehet akkor azon nyomban volt egy másik pártelnök, aki azt gondolta, hogy nyilvánosság előtt meg kell üzenni a saját egészen más álláspontját, és már is generáltunk egy számomra a, a problématérképen sokkal hátrébb lévő kérdésből egy törésvonalat. Akkor, amikor pontosan a közös nevezőket keressük, és nem könnyű megtalálni, igyekszünk a tárgyalóasztal mellett eljutni a közös pontokig, akkor lehet, hogy nem azokat a kérdéseket kellene a leghangosabban boncolgatni, ami egyébként a vidék magyarságát nem nagyon érdekli, mert látják azt, hogy ma nem az a kérdés, hogy, hogy hány van egy gyereknek, hanem tudok-e neki enni adni, meg fel tudom öltöztetni télen, hogyha jön a hideg akkor nem biztos, hogy ezeket a kérdéseket kell mindenképpen a fókuszba tenni, és nyilvános törésvonalakat generálni. Lehet persze majd, és kormányon meg is kell oldani, és ott is konszenzussal kell mindent megoldani, mint hogy most is teljes egyetértéssel születnek meg a döntések, de, de akkor, amikor egy rezsimet kell leváltani, akkor nem biztos, hogy szimbolikus kérdésekben kell vitákat generálni, ahelyett, hogy a, a húsvér problémákra adnánk minél előválaszt. Ha, ha ez most ennyire nem fontos, vagy ezzel ennyire nem kell foglalkozni, akkor miért, miért gondoltad ezt a legbölcsebb? Kísérő szövegként egy egy egyébként teljesen ettől különálló vagy teljesen ettől független posztot hoz. Úgyhogy akkor már tudtam, hogy ide fogok jönni, és ezen a kérdésen fogom majd euh, időzni. És le, Ach, le, 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 lehet, hogy ezt is világosság kellett tenni, hogy szerintem a szavazók jelentős hányadát ma nem ez a kérdés izgatja, akkor, amikor egyébként 27 ezer ember halt meg a kórházakban azért, mert összeomlott az egészségük. Akkor, amikor 40 ezer nyugdíjasnak kevesebb, mint 50 ezer forintból kell kijönnie egy hónapban, nem is tudom, hogy veszik meg a gyógyszereket. A, 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 a párizsi, mert látom, itt van meg a krumpli 2010 óta 80%-kal lett drágább. Mennyi ember egy kiló párizsi? Hát én a 2500-as, én drágába szoktam venni, ezt bevallom őszintén, egy kicsit is. Igen, nem mondom a, Jó, már nem mondom a márkáját, de azért, azért, nagyon, nagyon, so, nagyon sokféle párizsi van, amit én szeretek, az általában 2500 forintba szokott kerülni. És Hát ö, azt meg feleségem veszi. Aha. De hát ha meg te veszed, akkor ez még 4 millió 400 ezer út. 4 millió 400 Ha így kéne, tesz, és ez alapján döntünk, akkor inkább ő vegye. És még haza hát se viszem. Egy korábbi interjútban azt mondtad, hogy bárti fizetés emelés soha nem szavaztatok meg, mondjuk azért az durva lett volna, ha még ennél is magasabb, de hogy, ö, ö, hogy szerinted mindenkinek annyi pénzt kellene kapnia, amennyit a teljesítménye alapján érdemel. Most arra vagyok kíváncsi, hogy akkor Jakab Péter, ezen állítása alapján mennyi pénzt érdemelne, mennyit vihet haza, mondjuk egy bruttó összeget? Most bármit mondok, az emberek azt mondják, hogy a politikusnak a minimálbér is sok. Én meg azt mondom, hogy a legtöbb az az, amit a politikus ellop. És soha nem fogok lopni semmit. És azt is vissza fogjuk venni, amit mások elloptak, és oda fogjuk adni az embereknek. Tehát szerintem a politikusok fizetését nyilván rendbe kell tenni. De itt soha nem fogunk jó választ adni. Én nekem annyi, annyi, annyi pénz nyilván kell, hogy az ember meg tudjon élni otthon, el tudja tartani a családját. Ha nekem azon kell gondolkoznom, hogy holnap ki tudom-e fizetni a számlát, akkor nem fog tudni foglalkozni az emberek problémáival. Nem fog tudni országot járni. Én nagyon sokáig ugye dolgoztam tanárként. Aztán dolgoztam biztonsági őrként is. Pár hónapot kipróbáltam. Nem maradt a bőrkabát? Nem, ott, ott formaruha volt, ott nem lehetett egyénieskedni. Áltam a munkahogyi központ előtt is. Egyébként te voltál valaha melós ember, amit így azért sokszor elhangzik a szádból? Tehát te mondjuk pontosan tudod azt, hogy milyen az, amikor bemész a boltba, és akkor megnézed a borzívajat, hogy az mennyibe kerül, meg a, a, a liga margarint, és hogy az olcsóbbat kell választani? Tehát te volt egyáltalán ilyen az életedben? Vagy tudod, tudod te, hogy miről beszélsz? Jakab Péter volt melós ember? Figyelj csak, ez nem kell. Tehát mi, mi, a melós? Mondjuk a tanár melós, vagy nem melós, de a tanárnak is meg kellett néznie, amikor én voltam tanár 2010 környékén. Hogy, hogy, mi az, amit megvásárolhat, és mi az, amit nem főleg, hogyha egy lakási indítja az életet, mint ahogy általában a magyar emberek ezt meg szokták tenni. De igen, szerintem voltam a klasszikus értelemben vett melós is. Hát egy anyák napja közeletével az ellenzék összefogás anyja is tulajdonképpen. Dover Klára is bejelentette itt a miniszterelnöki indulását. Mit gondolsz egyébként, hogy, hogy, hogy mennyire tesz ez jót az összefogásnak? Mert hát finoman fogalmazva azt mondják, hogy Gyurcsány Ferenc nem a legnépszerűbb ellenzéki politikus, és hát tudjuk, hogy Klára pedig az ő felesége. Szerinted mennyit árt vagy használ ez, hogy most bejelentette a DK, hogy tulajdonképpen Gyurcsánynak a, a, a felesége, Dobrev Klára lesz az ő miniszterelnök jelöltjük? Hát a hír friss, de a várakozás ugye már az korán sem az. Szerintem ez egy szükséges lépés volt. És, Igen, jót tesz ez az összefogásnak? Úgy, úgy kell, vonalod. kell. is kéne. Hogyha, egy hetet kell várnunk. Akarom mondani, mondod, Isten úgy, hogy kifürkészhetetlenek. De hogy igen. Tehát, hogy... Kell, kell, mert ugye nyilván van, van, az, van az, ellenzéki szavazóbád is, akinek szinte minden mindegy, csak menjen, a, menjen az Orbán kormány, és akárki lesz a miniszterelnök jelölt követni fogjuk. De van a, van a szavazóknak olyan része is, akiket mondjuk én nem tudok elérni. Olyan szavazó is van, aki Dobrev Klára nem tud elérni, én viszont igen. Ilyen értelemben mindenkire szükség van ahhoz, hogy a lehető legszélesebb is spektrumot vagy társadalmi spektrumot le tudjuk fedni a kormányváltás érdekében. Ezért kell az, hogy különféle karakterek jelenjenek meg miniszterelnök jelöltként és ők különféle karakterű választókat, vagy éppen apatikus választókat tudjanak bevonzani az ellenzék összefogásba. Így leszünk a legtöbben, ezért van szükség Dobrev Klárára is. Nem biztos, hogy egyébként a kormányváltás az ő személye fogja a legjobban szolgálni, ezt majd a választók el fogják hát, dönteni. De, de a kormányváltás hiszen... érdekében nélkülözhetetlen az ő személye. Ha nem nyer az ellenzék összefogás, akkor mondjuk azzal a kedves gesztussal te is élni fogsz, mint a Gábor, és, és lemondasz? Nem, nem. Tehát akkor mozgalom kívül. nem tudom, hogy, de megyünk tovább. Tehát olyan nincs, hogy, hogy Jakab Péter, vagy a Jobbik bármikor ezt a küzdelmet feladja. Egyébként lemondanál Klára javára? Vagy hogy így vagy mások javára? Kicsit furcsa nekem ez a helyzet, mert ugye az elemzések szerint a Jobbik szervezetileg az gyengébb, mint a DK. Tehát ez az is jelenti mondjuk, hogy egy előválasztásra nem biztos, hogy annyira összeszedetten, szervezetten tudjátok mozgósítani a szavazó táborotokat, mint mondjuk jelen esetben Dobrevék. Nem igazságtalan ez egyébként a többi pártal szemben, hogy, hogy most itt az előválasztás, mire egyébként simán van esélye, hogy behúzza a DK, mert, mert az ő szavazói tényleg tehát itt szemmel láthatóan mozgósíthatóak. A, a, ti, ti, ti mit, mit, hogy számoltok ezzel egyáltalán, vagy, vagy mi, mi, mik az ezzel kapcsolatos észrevételek a jobbikon belül? Öh. Nem mindenkinek ugyanolyan könnyű a pálya. Sokkal könnyebb nyilván az előválasztáson annak eredményt elérni, aki mondjuk a nagyvárosokban erős, vagy, vagy, vagy Budapesten, vagy a térre kiteszek egy sárat, és akkor ott nagyjából elég sokan megfordulnak. Az mondjuk rakacán vagy szendrőn, ott borsodba, ezt viszonylag nehezebb megvalósítani. Tehát nevezetesen az, hogy minden egyes faluban ott tudjunk lenni, és nem is tudunk majd ott lenni nyilván olyan huzamosabb ideig, mint mondjuk egy nagyvárosban vagy Budapesten. És így módon azok a szavazók, akik falusias környezetben élnek, vagy kisvárosias környezetben, ezben ők Hát ők nagyobb energiabefektetéssel fognak tudni részt venni az előválasztáson. Az esély mindenkinek meg lesz adva, hogy elmenjen az előválasztáson és leadja a boksát. Én értelemben nekem egy kicsit talán nehezebb a helyzetem, hiszen pont ezekben a körzetekben vagyok erős, és a jobbik is, a kisvárosi és falusias környezetben. Na de hát, hogyha itt nem tudjuk megoldani a feladatot, akkor ne ábrándozzunk kormányváltásról. Ha az előválasztáson nem tudjuk megoldani, akkor ott kár tovább megy. Ez meg kell hogy mondjuk az online népszavazást. Ez most még vita képezi. Nekünk is megvan erről a véleményünk, és minden pártnak is megvan. Miután ez mi egy... Miután azonban ez még egy vitáskérdés, és az ellenzéknek az egyik legfőbb erénye kell, hogy legyen a fegyelmezettség, ezért a vitáskérdéseket meghagyjuk a tárgyalóasztalnak. Ahogy lesz konszenzusos eredmény, akkor van értelme ezzel előállni. Magadon kívül egyébként kit látnál a miniszterelnöki székben legszívesebben? Kit gondolsz a legalkalmasabbnak? Én szeretem azt, hogyha valaki esetleg már bizonyította bizonyított a vezetői kvalitását. Van olyan ember, aki aki polgármesterként egyébként a fideszes ellenszélben is keményen állja a sarat, és egyben tudja tartani a saját vezetését. A és, mesterről talán, mesterről és, talán, és talán alkalmas arra is, hogy a sokszínű szavazók közönséget meg tudja szólítani. Pácsánat, ehm, van szó? Szerintem ő alkalmas arra, hogy az Orbán rendszert leváltsa. És utána egy konszolidációs időszak eredményeként talpra ezt az országot. De egyelőre azért küzdök, hogy azért ez csak én legyek. Mindet, föl fogok sorolni neked most pártokat, és mindenre csak egy szót szeretnék. Az első szó, ami először eszedbe jut, Jó. utoljára a játszottam, miért az nagyon mókás volt. De ő nem pártokat ő személyek, személyekkel ha. kapcsolatban. LMP, zöldek. MSP, pirosak. Nem fogok olyat mondani, tehát sok mindent mondhatnék, de, de... Hát értem, de most nem de azt ami az am... eszedbe jut, hogy nem azt mondtam, hogy az első rossz, tehát hogy érted, most Igen, nem, nem, kimondom a DK-t, akkor nem azt kell mondani, hogy értem szerint, hogy elkurtuk, hanem itt bármi más, tehát hogy eszedbe juthat akár valami pozitívum is, tudod, de Igen, akkor jöjjön is a DK. -t. DK? DK. Most bajba vagy, mi van? Mm -hmm. Három szín is van. Szükséges. Szükséges. Momentum? Fegyelem. Tényleg? Tanár is vagyok. <laughs> Oké, okay. kutyapárt? Nem vicces. De? Ne Eken, nem vicces? Nem, nem. nem. Uh, a lét a tét. Nincs vicc. Nincs az fogol. a való világ, az egy másik műsor. Nincs, nincs, nincs vicc, <laughs> már nincs műsor. Ja, hát szerintem, szerintem. Jó, egyébként, jó, azt a részét értem. Nem, ne, hogy a végén a kacagásból sírás legyen egy Igen. országnak. Igen. Kedvenced a Fidesz. Veszem. Azért tudnám még egy pár szó, hogy eszedbe jutott most, nem? Legnyomorítottak egy nemzetes, nem tudom megbocsátani. Nem minden fideszes rossz ember, de aki ezt a rendszer kiszolgálja, az minimum bűrészes. KDMP. Van. Van. Ö, állítólag, állítólag, <laughs> állítólag van, állítólag Fék van. Fake Origo, origo írta hogy van. Igen, na, most viszont gyorsan nyargoljunk át a nézői kérdésekre. Ugyanis, hogyha te Patreonon tag vagy és támogatsz minket, akkor már például tudtál arról, hogy Jakab Péter lesz a következő vendégem, és tehettél is föl kérdést, szép számmal érkeztek, ezekből válogattunk most. Ha Gyurcsánynak köszönhetjük a kétharmadot és a jelenlegi helyzetet, akkor a Jobbiknak köszönhetjük a mi hazánkot? A mi hazánkot annak köszönhetjük, hogy vonagábor Gábor nem volt kellően bátor ahhoz, hogy időben szembenézzen ennek a problémának a létezésével. Tehát ezek az emberek mindig is léteztek, a jobbikon belül is léteztek. A jobbikon belül nagyobb probléma volt a létezésük, mint a jobbikon kívül. Mert így legalább világosá teszik, hogy milyen elveket vallanak, hogy hova húznak. Ők a Fidesz satelit pártja. A Fidesz használja őket addig, amíg szükség van rá a kormány szempontjából, utána pedig el fogják őket dobni. Én örülök, hogy már nincsenek itt, e, jobb nekünk nélkülünk. Kihagytam a felsorolásból a mi hazánkot az előbb. Basszus, mondja már rájuk is egy szót gyorsan. Mi hazánk? Haszontalan. Jó, hát akkor igazából <laughs> <laughs> nem, 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 is baj, hogy kihagytam. <laughs> Oké, okay, hogy az egyszerű embert meggyőzi a paprikás krumpli meg a virsli, de vajon elég lesz ez? Az értelmiségi emberek meggyőzésére mivel készülnek? Programmal. Ami? Ami, e, am, ami? ami elvileg májusban e, egy alapprogram szintjén elő fog, fog állni. E, Készíthetnénk egyébként jobbik programot is, mindig megcsináltuk e, száz oldal körül terjedelemben. Általában a választókat nem annyira a programok érdeklik, hanem inkább a hangulatok, az életérzések, az erő. Még mindig aberáltnak tartod a melegeket? E, e, itt ugye arra értettem ezt a kifejezést, és lehet, hogy ezt is elmondtam azon a lakossági fórumon, hogy... hogy ha valaki férfiké, nem tudom, bőrtangában riszálja magát fényes nappal az Andrási úton, azt én nem tartom egészségesnek. Üm, és soha tovább továbbra sem. Én magam sem riszálnám magam tangában, szerintem nem is ki, Köszönöm, igen, rá, is nem rá kedves nézőt, <laughs> És ezt megőrzöm magamnak, tehát De, nem, nem kívánok az András úton, és nem is akarom a gyerekemnek elmagyarázni, mondjuk a 7 éves kisfiamnak, hogy az a bácsi ott az András úton délután kettőkor miért van bőrtangában. De megvan, hogy a melegek nagy része, sőt igazából a melegek 99%-a nem nagyon jár bőrtangában az András úton, még a Pride-ra sem, sőt egyébként azok közül, akik a Pride-ra járnak, sem feltétlenül a, a, a provokatív, kihívó ötözkedési formát választják. Persze, Tehát, tudod, hogy... csak, csak mégis a médiában aztán megjelenik az, hogy, hogy Nagy-Magyarország egy fallosszal. És ugye ez, ez közösségeket megsért. Nekünk van egy olyan elképzelésünk, hogy mondjuk vallási karikatúrákat nem lehet közzé tenni, ahol mondjuk Mohamedet vagy vagy Jézus bárkit kigúnyolunk. Mert ha én nem gúnyolhatlak ki téged, ha nem taposhatok a becsületedbe, mert mondjuk becsület és követnék el, ha az egyén becsületét nem sérthetem meg, akkor szerintem a közösség becsületét sem szabad megsérteni. Igen, csak amikor vannak ilyen felvonulások, és ilyen momentumok, ilyen felvillanások jelennek meg a médiában, akkor vannak közösségek, amelyeknek az érzékenységét, mondjuk a nemzeti öntudatát ezek sértik. Ez mondjuk fura példa, meg fura teszádból hallani, hiszen hát ha valaki akar, neked azt tudnod kéne, hogy egy olyan párból jössz, ahol igen, volt néhány barom, tettek néhány furcsa kijelentést, és egyébként egy kicsit ezt a sémát rá lehet húzni nyilván a melegekre is, hogy a médiában mindig az a felkapott, ami sokkal provokatívabb, ami sokkal, hogy mondja, megbotránkoztatóbb, akár mondjuk itt a jobbik esetében sem, de... A jobbik esetében sem volt mindenki egy barom, hogy a melegek esetében sem mindenki egy provokatív, magamutogató, exhibicionista, szeméremsértő, akármi. Nem is jár a felvonulásra. Sőt, már nincs is. Hát jó, most már oké, okay. de, hát de, de akkor sem de akkor sem De változom. De változom. Ö, volt, amikor voltam ilyen felvonuláson konferenciéként, tehát volt egy rendezvény, és akkor jöttek emberek, meg pártok, meg helyiek, én meg, én meg lekonferáltam. És ott is voltak olyanok, amelyek nekem nem tetszettek és örülök, hogy most már nincsenek. De akkor nem szóltál soha? Igen. Ha az ember szól, akkor nem biztos, hogy ott ébőre megúszta. Hát akkor gyáva vagy. Ezek az, emberek, ezek az emberek már a Fidesznél masíroznak. Nem, változunk. A változás, azt mekkora bátorság? Hát hogy te neked már akkor se tetszett, amit ott mondanak. Ha az van, hogy én bármikor azt tudom mondani egy meleg ismerős, egy meleg barátomnak, hogy az, amit te csinálsz, akár nyilvánosan, akár, akár, privátban, ez gáz, ez gusztussal, ez kontraproduktív, ez alapján mondjuk megítélnek engem is, megítélnek minket is, de mondjuk te ilyet soha nem mondtál, és szerintem ez gyávaság, mert hogyha, hogyha te ilyet nem mondtál, tehát te tényleg ott álltál a jobbikba, és hallottad ezeket a dolgokat, tehát a zsidó származásoként, és mondjuk te nem tetted fel a kezedet, hogy hé, srácok, ez így, ez így nem oké, okay. szerintem az nettó gyávaság. Ez a jobbik megváltozott. Ennek a megváltozott jobbiknak én vagyok az elnöke. Én azt kívánom, hogy a te közösségedben, ha vannak ilyen hangok, akkor változtass meg. Vezesd őket, meg, hogy, hogy ne, legyen, ne legyen provokáció, ne provokáljuk egymást. A melegek hisztisebbek, mint a jobbosok. Solyan. Nagyobb lesz a, a mellettük. De megváltoztatni, megváltoztatni egy közösséget, ahhoz nagyon nagy bátorság kell. És utána vezetni ezt a közösséget úgy, hogy az egyben maradjon, és egyébként olyanokkal működjön együtt, akikkel korábban még soha. Szerint a parlamenti trollkodás nem vonja el a figyelmet a valódi közlendőről? A parlamenti trollkodás a vivőközeg a valódi közlendőhöz. Ki a legkeményebb ellenfele a miniszterelnök jelöltségért folyó versenyben? Nincsenek ellenfelek. De rossz a megközelítés. Mi most nem ellenfelek vagyunk, hál' Istennek, hanem szövetségesek vagyunk. Egymást erősítjük. Lehet, hogy a lehet, hogy versengünk, de azért, hogy mindenki a lehető legszélesebb társadalmi réteget megszólítva, tudjon majd felsorakozni a győztes mögött. Segítjük egymást, és nem legyőzni akarjuk a másikat. Akkor Tizen... ki a legnehezebb versenytársat? Ki, ki, szerinted ki az, aki, ki az, akivel kapcsolatban van tartani való? De akkor ez sem rossz szó, mert nyilván mm. nem tartasz attól, hogy más lesz. Érted, hogy hogy akarom megfogalmazni, illetve a kérdező, hogy akarta meg. Igen, igen, igen. Ki a legkeményebb ellenfel a miniszterelnök kérdésekkel folyó versenyben? Még nem jelentkezett be. megtörténhet -e olyan itt nálunk, kis országunkban, hogy Jakab Péter elmegye egy Pride-ra. Nem. Nem. Soha. Semmi nincs olyan opció, hogy... Szerintem a Pride a homoszexuálisoknak sem tesz jót. Az utolsó kérdésem pedig hozzád és az, hogy hogy látod magadat mondjuk tíz év múlva? Hogyha az ország helyzete rendeződik, ha végre 22-ben kormányváltás lesz, és elindul az ország szekere felfelé, úgyhogy azt a józanész diktálná, hogy végre közelítünk Nyugat-Európához és Magyarországon szabadság és jólét van, akkor, akkor lehet, tanítani fogok. Igen? A felhagysz a politikával? Nekem a politika az nem cél volt, hanem egy eszköz. Amikor láttam, hogy annyira rossz helyzetben van az ország, hogy valamit tenni kell, mert ha én nem teszek, akkor más nem fogja helyettem megtenni, akkor fel kell állni a fotelből, és valamit csinálni kell. Fény, kívánom neked, hogy így legyen, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és még mielőtt végleg elbúcsúznánk, rendhagyó módon készültek neked egy ajándékkal, a legjobb dolgok minden, mindig innen készülnek erről, ugyanis van uh, neked egy Orbán Viktor mászobról. Nem vagyok rá méltó. Uh, 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 de, mert hogy figyelj, tudjál gyakorolni, bár ezt rendszerint a kormány közeli média elfelejti megírni, de én ezekkel a szobrokkal több mint egy millió forintot gyűjtöttem, licitáltam egy jótékonysági live kereteimből, egyébként ezzel a magyarországi rekordot uh, megtartva. Úgyhogy figyelj, ezek rengeteget érnek, hát nem egy 4,4 milliós krumpi nyilván, de én a szeretettel adom neked, hogyha esetleg úgy van, és hogyha hát figyelj, vid, vid magaddal, akár uh, tudsz gyakorolni, el neki mondani. Melyik a vagy, vagy? Mindegyik, mindegyik. mindegyik, mindegyik. Úgyhogy szóval, köszönöm, köszön szépen, egyszer azt mondtam, hogy Orbán Viktornak azért, vagy nem, minden diktátornak jár egy szobor, hogy legyen mit ledönteni. Úgyhogy a 22-ben. Ugye, igen. Viheted, hát én kezdve a parlamentbe. Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy pedig Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, és Hát nem árulok kell nagy titkot, hogy nyilván még lesz egy, egy kanapén rész, és, és azért adunk ennek az egész történésnek egy, egy, egy keretet. Hát eddig nagyon szerettétek volna, hogyha egy jobboldali ember is itt lesz a kanapénon, és egy jobboldali ember is elmondhatja az ő álláspontját. Még mindig nem a Fidesz, még mindig várunk a Fidesznek a, a válaszlevelére. Van egy ilyen érzésem, hogy még egy darabig várhatunk is. Ellenben itt volt velem Jakab Péter, tényleg nagyon szépen köszönöm. Minden köszönöm, megtaláltok a kéftén. leírásban, és hát találkozunk legközelebb, legyetek jó sziasztok!